Nem feltétlenül tűnik egyszerűnek, és egyáltalán nem is az a feladata a démonnak az Evil Dead videójátékban. A túlélőknek nagyon sok, de nem túl sok eszközük van ahhoz, hogy be tudják zárni a Necronomicont. Arról nem is beszélve, hogy egy jól együttműködő csapattal szemben pedig igazán észnél kell lenni, mert pillanatok alatt kicsúszhat kezünk közül az irányítás. Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Ha szeretnétek többször a földbe döngölni a túlélőket, akkor tartsatok velem. Ugyanis elhoztam nektek pár tanácsot, ami segítségetekre lehet. A Goosebump mai videójában. Nem olyan technikákat fogok elmondani, hogy ha ez a képesség után ezt a támadást használod, akkor ilyen meg olyan nagy sebzést fog okozni ez a túlélőnek. Inkább tippeket hoztam, amiket fejben tartva és átültetve a meccsekben látványos fejlődést tapasztalhattok majd. A videóban szó lesz a démon választásról, a meccselei fázisról, a játék végi részről, és egyéb ezen kategóriákban nem sorolható apró tippekről. Ha téged csak valamelyik szekciója érdekelne a videónak, akkor a képernyőn látható időpontok bármelyikéhez tekerve egyből ahhoz a részhez ugorhatsz. De kezdjük is el! A játékban megtalálható triász a Warlordból, a Puppeteerből és a Necromancerből áll össze. Mindegyiknek más-más a képessége, fejlődési fája. De mégis mi alapján érdemes közülük választani? És bár helyette dönteni nem tudok, viszont egy-két tanácsot azért el tudok mondani. A Warlord található meg démonok közül legfelül, legalul pedig a Necromancer. Szerintem ez egy tudatos elrendezés volt a készítők részéről, ugyanis a Warlord véleményem szerint egy nagyon jó belépő szintű karakter. A különleges képességek könnyen érthető és alkalmazható, illetve Harrietta a démon főformája is elég erős képességekkel lett felszerelve még egy zöld fülű számára is. Ezzel szemben a Necromancer igényli, ha nem is a legtöbb tapasztalatot, viszont a legjobb Infernal Energy Managementet. A képessége nagyon jó, azonban könnyen el lehet szúrni a használatát, ha nem veszünk figyelembe magunk körül szó szerint mindent. A boss szerintem a három közül a legjobb, ha az ember tudja, hogy mit kell vele csinálni és mikor pontosan. A Puppeteer pedig egy érdekes mesdjén mozog kettejük között, mert skillben szerintem ő igényli a legtöbbet a játékostól, viszont nem feltétlenül mindig kifizetődő, ha vele játszunk. A túlélőknek ugyanis már vannak taktikái, amivel ha a démon főformáját nem is, de a megszállásban való ügyeskedését mindenképp ki tudják játszani a démonnak. Úgyhogy ő nagyban fog az ellene játszó túlélők játékmódjától függeni. Ez lett volna az egyik és egyben bővített kifejtésű, idézőjeles segédletem. Hoztam viszont még egyet, amiről azt gondolom, hogy ha először nem is leszel hű de jó a választott démonnal, pár meccs után, és ha végignézed a videót további tippekért, szépen rá fog állni az agyad és a kezed arra, amit a démon is megkövetel. Szóval, a Warlordot azoknak az embereknek ajánlom, akik nem feltétlenül szeretnének dönteni, hogy a megszállás vagy az élőhalott hadsereg aspektusra szeretnének inkább rámenni a meccsek során. A Puppeteer azoknak lehet jó választás, akik lassan szeretnék emelni a túlélők számára a stresszfaktort, és ők is idővel lesznek majd erősebbek. A Necromancert pedig azoknak tudom ajánlani, akik be akarnak robbanni a meccsbe, és minél hamarabb végezni akarnak a túlélőkkel. Most lehet úgy tűnik, hogy a Necromantán kívül nem is éri meg mást választani, azonban de. Tényleg semmi más, csak preferencia kérdése, hogy kihez melyik játékstílus áll közelebb, és melyik démonból tudja így kihozni a legtöbbet. Úgyhogy ha a saját gondolatodra, hozzáállásodra ismertél az előbbi felsorolásomnál, akkor a videó megtekintése után javaslom, hogy menj pár kört azzal a démonnal, aki kijött hozzád. A legfontosabb dolog, amit az egész meccs alatt fejben kell tartani, azt itt lehet nagyon jól vagy nagyon rosszul megalapozni. Ez pedig az energia management. Lényegében ez működteti a démont, ezért kell rá akkora nagy hangsúlyt fektetni. Amikor elkezdődik a meccs, semmit nem tudunk a túlélők hollétéről, vagy arról, hogy hol vannak a térkép darabjai. Viszont, amit tudunk, az a tűr és az elveszett oldalnak a pontos helyen. Úgyhogy figyelmen kívül hagyva a túlélőket, kezdjünk el szépen csapdázni a kettő említett helyen. Miért is?
Bár valószínűleg sokára fognak ezekhez eljutni a túlélők, viszont biztos, hogy meg fognak fordulni ezen a két helyen a meccs során. Láttam olyan videókat, ahol csak random helyezgettek a démonok csapdákat, és tény, hogy lépegették a szinteket, viszont nem feltétlenül jó meglátásom szerint, hogy esetlegesen kihasználatlan területekre pazaroljuk az időnket. A túlélők miatt pedig tényleg nem kell aggódni. Előbb vagy utóbb, de fel fogják magukat fedni. Elkezdenek félni, beszállnak egy autóba, zajt csapnak, vagy akár földre kerülnek még a találkozás előtt. Igen, volt ilyen szerencsém. Úgyhogy mi foglalkozunk csak a saját dolgainkkal. Ha megvagyunk a két hely becsapdázásával, akkor nagy eséllyel léptünk már pár szintet. A következő kérdés az az, hogy mire költsük a pontokat. És a leghasznosabb választás az az Infernal Energy minél hamarabbi kimaxolása. Azért, mert ha elérjük a 4-es és 5-ös szinteket, akkor már nem is kell nagyon piros gömböket gyűjtenünk, mert másodpercenként magától fog termelődni. Persze, időközben fejlesztjük a basic és elite portálokat, viszont szerintem 2-esnél magasabb szintre nem kell ezeket tornászni. Egyszerűen vannak más aspektusok, amik ennél fontosabbak. A Demon Vision mondjuk pont nem ilyen, én soha nem szoktam vele foglalkozni, és meg vagyok nagyon jól ennek fejlesztése nélkül is. A csapdákra végül is lehet tenni, de arra sem érdemes túlzottan fókuszálni, és hasonló a possession is. Bár ez talán attól is függ, hogy melyik démonnal vagyunk. Ami viszont a legfontosabb, hogy amint elérjük a 10-es szintet, álljunk rá a boss fejlesztésére. Nem tudom tényleg eléggé hangsúlyozni, hogy mekkora szerepe van ennek a győzelemben. Ha sikerül elárasztani a túlélőket élőhalottakkal, és bedobjuk még ennek közepébe a bosst is, akkor szinte garantált a siker. És minél erősebb a fő formája a démonnak, annál hatékonyabbak tudunk vele lenni. Egyértelműen lehet más sorrendet is kitalálni, meg alkalmazkodni a meccs követelte körülményekhez, viszont ez a metódus egy olyan biztos pont lehet, amit ha követsz, akkor nagyobb eséllyel fogsz valószínűleg nyerni. A meccs vége alatt arra az állapotra gondolok, mikor a túlélők már a Dark Ones legyőzésénél és esetleg a Necronomicon őrzésénél tartanak. És ide bár nem tudok világmegváltó tanácsokkal szolgálni, viszont egy apró tippem ide is van. Mindamellett, hogy árasztjuk el a túlélőket élőhalottakkal, nem feledkezhetünk meg a bossról sem. Azonban van, hogy az sem segít, és a visszatöltési ideje is eléggé hosszú. Ezért, amit szerintem érdemes ilyenkor csinálni, az a túlélők félelem szintjének folytonos fenntartása, és ebből fakadóan a túlélők megszállása. Ugyanis nem tudom, hogy tudjátok-e, viszont amikor megszállunk egy túlélőt, akkor akár vele is tudjuk pusztítani a Necronomicont. Viszont ha ezt egy szörnyel vagy a bosszal tesszük, akkor mind a négyen tudnak ellenünk lenni. Ebben az esetben pedig csak hárman, ami nagyon nagy segítség tud lenni számunkra. Úgyhogy ne a portálokat rakosgassuk nagy erővel a végjátéknál, hanem ha tudjuk, akkor a túlélőket szálljuk inkább meg. Itt, mint említettem, olyan apró tippek vannak, amik egyik kategóriába sem sorolhatóak, így a teljesség igénye és fontossági sorrend nélkül itt is lennének. Ha van ellenünk supportest az Evil Dead 2-ből, ugye, akkor mindig őt szálljuk meg. A képességével egy pillanat alatt ki tud minket űzni egy másik szörnyből vagy túlélőből. Sokszor megszoktunk felejtkezni a ládákról démonként, és ez mekkora hiba. Ugyanis a lootboxok becsapdázásáért kapjuk a legtöbb pontot az összes csapda közül. Ezen belül is megtalálható S keze és mini S. Az utóbbit érdemes használni, ugyanis több ideig tart az animáció egy nagyon-nagyon picivel, és egy nagyon-nagyon picivel több sebzést is szenved el a túlélő. Ne szálljuk meg folyton a túlélők által használt autókat. Nagyon sok energiába kerül már csak az is, hogy átvesszük az irányítást, és a másodpercenkénti ára is eszméletlenül magas. Arról nem is beszélve, hogy egyes túlélők tudják, hogy ha ilyenkor elkezdik lőni a kocsit, akkor a démonnak még gyorsabban kezd zuhanni az energiaszintje. Úgyhogy, ha lehet, inkább az autóút előtt és után keserítsük meg a túlélők életét. Ha esetleg még a térképvadászat fázisában sikerül rábukkannunk a túlélőkre, akkor próbáljuk meg őket kettészedni. Ez alatt arra gondolok, hogy több oldalról helyezzünk le portálokat, és fókuszáljunk rá az egyik túlélőre, akinek nyomjuk fel a félelem szintjét, és amikor elég magas, szálljuk meg, és rohanjunk el vele, ameddig csak tudunk. De egyébként apropó megszállás. Érdemes nem egyből megszállni egy túlélőt, amint lehet. Figyeljük az energiaszintünket is. Ugyanis, ahogy az autónál is mondtam, itt is igaz, hogy másodpercenként csökken az energiánk, úgyhogy tényleg csak okosan. Ezekkel a tippekkel készültem nektek a mai videóban.
Remélem, hogyha nem is mindegyikkel, de voltak azért olyanok, amikkel a segítségetekre lehettem, és részben majd ennek köszönhetően sikerült többször győzedelmeskednetek. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Ha lett volna olyan tipp vagy trükk, amit kihagytam volna a listáról, akkor írjátok meg kérlek a hozzászólások között. Ha pedig tetszett a videó és szívesen látná hasonló tartalmakat a jövőben is, akkor pedig nyomd meg a lájkot és iratkozz fel a Goosebump YouTube csatornára. A következő videóban pedig találkozunk. Sziasztok!